Az állatok érzelmeit is kinyilatkoztató különleges portrékból nyílt kiállítás Pócsmegyeren a rendezvényközpontban. Clement Isabella aprólékos miniatűr technológiával készítette el akvarell képeit. Férje Sáti Róbert a megnyitón elmondta, hogy minden festményben egy-egy emberi tulajdonságot is felfedezhetünk a bohóckodástól a fenségesig. Akusztikus gitáron játszott Sáti Róbert, miközben a pócsmegyeriek megcsodálhatták a szebbnél szebb állati portrékat a rendezvényközpontban. Clement Isabella izgalmas állati hangulatokat is megörökítő akvarelljei elkápráztatták a közönséget. Díszítő és építő szobrászként végzett a tanulmányait tekintve, és ilyen jellegű tevékenységben a mai napig jelen van. És most elhozta nekünk képeit, ami első ránézésre akvarell képek, állatportrék, de valójában rengeteg mozdulat és üzenet és gesztus és jellem is jellemzi a képeit. Hogyha azt mondom, hogy a szem a lélek tükre, akkor én szerintem az arc is, a mimikák, a különböző karakterek is adnak. Sáti Róbert felesége képeiről még elmondta, hogy az állatok érzései is jól visszatükröződnek általuk. Szerinte azonban sokan azt gondolják, hogy ők egyáltalán nem lehetnek szomorúak vagy vidámak. Egy kutatást hozott példaként. 10 emberből szinte 8 hasonlóképpen reagált a gesztusokra, a hasonlóképpen a szituációkra, hasonlóképpen reagált. A ellentétben pont az állatok meg fordítva voltak, alig volt köztük hasonlóság. Tehát például látszik is, hogy itt van az egyik kedvencem, az elefánt, az afrikai elefánt. Hát az tisztán is maradtam, én fontos. Tisztán és világosan értetően tudtunk rá hozzá, hogy eddig és ne tovább, ez az ő birodalma, ez az ő birtoka. Hát valószínűleg egy centit nem mozdulnék felé, hogyha így rám mozdulna a vadonba, tehát példát is lehetne róla venni. A másik kedvencem a kis gondolkodó majom, aki valami nagyon nagy bánata lehet, és figyelmetekbe ajánlom, hogy Isabella rendkívül személyletesen és részletesen tudta a könyvbe lábadt szemét megörökíteni. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy sétálgassatok a képek között, és hogy okozzon egy pici gondolatot, ébresszen bennetek. Szerinte az érzéseket ma már kezdjük elfelejteni, de a portrék segítenek visszaidézni ezeket. A kiállítás darabjait nagyrészt magángyűjtőktől kérték kölcsön.